magyar zenésznek Bartók tulajdonképpen a zenei anyanyelve. Amikor odalapozok, akkor tulajdonképpen már nagyon-nagyon várom, hogy ez a szóló következzen, mert valami olyan katartikus érzést ad nekem. A világban a külföldi zenekarok mindig szerintem nagy érdeklődéssel hallgatják a magyar zenekarok interpretációit, úgyhogy nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy valóban úgy tudjuk visszaadni ezeket a darabokat, mint ahogy Bartók megálmodta. A zenekari művészek áhítattal mesélnek az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőről, és hamarosan még többet is megtudhatnak gondolataikról és Bartók zenéjéről. De előbb nézzük meg közelebbről a világhírű zeneszerző életét. Mona Dániel segít a részletek feltárásában. Korábban nagyon ambivalens volt az ő fogadtatása, azt a féle újítást, a sok diszonanciát, a zongorának az ütőhangszerként való kezelését, ami aztán mondjuk Stravinskynál ugyanúgy nem tetszést váltott ki a közönségből, azt nehezen fogadta a kor. A zeneszerző, a zongora művész és népzenekutató Bartók Béla életműve mind a magyar, mind az egyetemes zenetörténet szempontjából korszakalkotó jelentőségű. Bartók Béla a szüleink keresztül hamar kapcsolatba kerül a zenével. Az apja és az anyja egyaránt foglalkozott zenével. Az apja zenekart vezetett, az anyukája zongorát tanított, ő volt az első zongoratanára is. Első szerzeményeit 9 évesen írta. Előadóként és zeneszerzőként 11 éves korában debütált a Duna folyásával. Doknány Jernő tanácsára 19 évesen költözött Pozsonyból Budapestre. A Zeneakadémia hallgatója, majd évekkel később oktatója is lett. Első nagyszabású művét, az általános sikert arató Kossuth szimfóniát 1904-ben mutatta be itthon és külföldön. Alkotásaira először Brahms, majd a későbbiekben Strauss is inspirációként hatott. Csak hogy ugye megtalálta a magyar népdalt, a falusi parasztzenét. Pályafutására az 1905-ös év volt a legnagyobb hatással, hiszen ebben az évben ismerkedett meg Kodály Zoltánnal. A két zeneszerző azon túl, hogy barátságot kötött, együtt bejárta a magyarországi falvakat, hogy felkutassák a hazai népdalkincset. Elég különös felfedezést tettem a népdalgyűjtés közben. Megtaláltam a székely dallamtípusokat, amikről nem hittem, hogy léteznek, s melyek a magyar népzene alapmotívumai. Ez az örökség, melyet őseinktől örököltünk, erre az alapra fogok mindig építkezni. És az volt ugye Bartóknak az óriási újítása, hogy nem népdalokat kell feldolgozni, megharmonizálni, hanem azon a zenei nyelven kell beszélni. Olyan zenét kell írni, ami olyan, mintha a nép szülte volna, mintha népzene lenne, de valójában költött muzsika. És ő tényleg anyanyelvi szinten beszélte ezt, és ennek a csúcs teljesítménye nyilván a Kékszakálló Hercegvára. És csúcs teljesítmény volt második színpadi műve is, a Fából faragott királyfi. A mű bemutatása utáni következő évtizedek a külföldi hangversenykörutak időszakai voltak. Ezekben az esztendőkben vált Bartók előadó művészként és zeneszerzőként is világszerte ismerté, elismerté. Hosszú vívódás után 1940-ben Amerikába menekült, ahonnan betegsége miatt már nem tudott visszatérni. Pedig szeretnék hazamenni, de végleg, írta élete utolsó évében 1945-ben.